Sziasztok, itt Fekete Róbert! Ebben a részben az iterációról, vagyis a ciklusokról lesz szó. Ezek azok a struktúrák, amelyekkel utasításokat tudunk megismételni. A programozásban gyakran használunk ciklusokat, úgyhogy elsajátításuk elemi fontosságú. Kezdjük egy értékadással, létrehozunk egy változót, x legyen egyenlő 1-jel, majd kiíratjuk a képernyőre print függvény segítségével az x változónkat. Ha futtatjuk a programot, akkor láthatjuk, hogy egyszerűen kiírja az x változó értékét. Most pedig csináljuk azt, hogy ezt a print függvényt, ezt a kiíratást megismételjük néhányszor egy while ciklus segítségével. A while ciklusnál a kulcsszó maga a while kifejezés, utána egy feltétel, egy logikai vizsgálat követi ezt a kulcsszót, majd egy kettős ponttal zárunk. Ez a while ciklusnak a fej sora. Ebben a logikai vizsgálat jelen esetben úgy hangzik, hogy amennyiben x kisebb, mint 6, akkor légy szíves, ismételd meg az alattam lévő sorokat, vagyis utasításokat. És ilyenkor a kettős pont utáni sorokban az azonos behúzással rendelkező utasításokat fogja végrehajtani. És ismételgetni is természetesen, addig fogja ismételni ezeket az utasításokat, amíg a feltétele igaz. Tehát amíg x kisebb, mint 6. Most ha lefuttatjuk ezt a kis programot, akkor láthatjuk, hogy gyakorlatilag írtunk egy végtelen ciklust, egy végtelen iterációt, amelyben addig fogja ismételgetni az x-nek a kiírását, amely jelen esetben egyenlő 1-jel, ameddig az x kisebb, mint 6. És mivel az x-nek az értékén nem változtattunk közben, ezért az x mindig kisebb lesz, mint 6, szóval ez egy nagyon szép kis végtelen ciklus, úgyhogy módosítsunk rajta egy kicsit. Mi azt mondjuk neki, hogy x plusz egyenlő 1, ez egyenlő azzal, hogy x egyenlő x plusz 1, magyarul az x-hez hozzáadunk 1-et minden egyes ciklusban, minden egyes körben, ezáltal egyen növeljük az értékét. Na most ha ezt lefuttatjuk, akkor látjuk, hogy az első körben ugye 1 volt az értéke az x-nek, onnan indultunk, minden körben, minden egyes ismétléskor hozzáadunk 1-et. Láthatjuk, hogy az x plusz egyenlő 1 is ugyanannyival van behúzva, mint a print x, tehát ezt a két utasítást fogja végrehajtani ez a while ciklus. Az x-nek újraadunk egy kezdőértéket, legyen ez megint az 1, és most csináljunk egy végtelen ciklust. A tökéletes végtelen ciklust úgy kell csinálni, hogy a while után nem egy logikai kifejezést, egy összehasonlítást írunk be, hanem egyszerűen azt, hogy igaz. És ebben az esetben ez a while ciklus minden esetben ismételni fogja önmagát, hiszen a feltétele minden esetben igaz lesz. Kettős pont után pedig behúzással elhelyezzük az ismétlendő utasításokat, ebben az esetben ugyanaz lesz, mint az előbb, tehát print x és egy x értéknövelés minden körben 1-jel, x plusz 1-jelő 1. Ha ezt lefuttatjuk, akkor pedig látjuk, hogy szépen el kell számolni nekünk, és ez a számolás a végtelenségig tartana, ha csak le nem állítanánk. Éppen ezért alkalmazunk egy feltételt a ciklusnak a törzsében, az utasítások között, és ez úgy hangzik, hogy ha x értéke egyenlő lesz 8-al, akkor légy szíves, szálljál ki a ciklusból azonnal. Most ebben az esetben szálljál ki a ciklusból, légy szíves, ezt úgy közöljük a ciklusunkkal, hogy egy break utasítást használunk, és amikor ezzel találkozik az értelmező, akkor egyszerűen kiszáll az éppen aktuális ciklusból, és folytatja a program futását a ciklus utáni utasításokkal. Ugye ilyen esetben nincsen több utasításunk, tehát kiszáll a programból. Ha lefuttatjuk ezt a programot, akkor láthatjuk is, hogy 1-től 7-ig szépen kiírta a számokat, minden körben növelte 1-jel az értékét az x-nek, és amikor elérte ez az x érték a 8-at, akkor már nem is íratta ki azt a 8-ast, hanem egyszerűen a break utasítás használatával kiszállt a ciklusból, és befejezte a program a futását. Figyeljük meg azt is, hogy az if utasítás alatt szintén egy behúzással rendelkezik a break kifejezés is, tehát ez azt jelenti, hogy a break utasítás ez az if feltételhez tartozik. Tehát akkor fog csak lefutni, hogyha x egyenlő 8-al. A break alatt lévő utasítások, ugye a print x és az x plusz egyenlő 1, tehát az x-nek az iterációja, az pedig a while ciklushoz tartozik,
Maga az if feltételes vizsgálat, a print x és az x plusz 1 egyenlő 1, ez a három utasítás pedig a while ciklushoz tartozik, hiszen azonos behúzással rendelkeznek. Jó, akkor menjünk is tovább, és nézzük meg most a for ciklusnak a használatát. A for ciklusok általában arról híresek, hogy egy meghatározott számú ismétlést tudunk velük létrehozni, illetve például egy lista összes elemén tudunk végiglépkedni a segítségével. Hozunk is létre egy ilyen listát, itt tulajdonképpen ugyanolyan változót hozunk létre, mint amiket eddig is használtunk, csak itt nem egy konkrét értéket fog rögzíteni ez a változó, ez a kis memóriaterület, hanem több értéket, ebben az esetben 1-től 10-ig tartó listát hozunk létre, tehát egy 10 elemből álló sorozatot tulajdonképpen, és ez a számok nevű változó mind a 10 elemet fogja így szépen tömbösítve tartalmazni. Ez tulajdonképpen egy lista, más programozási nyelvekben akár tömbnek is hívhatnánk. A lényeg, hogy több érték tömbösített kezelésére szolgáló struktúráról van szó. És hogyha létrehoztunk egy ilyen listát, ami az esetünkben 10 elemből áll, akkor ki is tudjuk azt nyomtatni. Látjuk, hogy szépen szögletes zárójelbe ki is írta nekünk a terminálba ennek a listának az értékeit 1-től 10-ig. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha ennek a listának csak az első elemét szeretnénk kiiratni. Ebben az esetben meg kell címeznünk ennek a listának az első elemét. A legtöbb programozási nyelven a listák, illetve tömbök első elemét mindig egy nullával indexeljük, nullával szólítjuk meg. Ebben az esetben is erről van szó, tehát ha az egyet szeretnénk kiiratni ebből a listából, akkor az a nulladik elemnek fog megfelelni. Tehát használjuk is így ezt az indexelést, számok szögletes zárójelben írjuk be, hogy nulla, és ebben az esetben láthatjuk, hogy az egyes számot fogja kiiratni nekünk. Ebből az is következik, hogyha például begépeljük ide, hogy a tizedik elemet szeretnénk elérni, akkor ugye 9-est kéne begépelnünk, de a 10-est gépelünk be, akkor az már a 11. elemre utalna, a 11. elemnek az indexelése az, hogy 10-es, tehát ilyenkor hibajelzés fog nekünk dobni, hiszen 11. elem már nincs a listánkba. Jó, hát akkor most próbáljuk ki ezen a listán a for ciklusunkat. Most azt szeretnénk elérni, hogy az összes lista elemet írja ki 1-től 10-ig. Ebben az esetben nincs is más dolgunk, mint hogy beírjuk for, utána megadunk neki egy ideiglenes tárolásra alkalmas segédváltozót, legyen ez a szám. Szeretnénk, hogyha a for ciklusunk ebbe a számváltozóba egyenként beletölteni a számok listánknak az egyes elemeit, tehát utána megadjuk, hogy in számok, vagyis hogy a számok listából légy szíves minden egyes futási körödben vedd ki a következő listaelemet, és ideiglenesen helyezd el a szám változóba, majd nyomtasd ezt ki. Ugye láthatjuk, hogy a kinyomtatás is a for ciklus alatt, kettős pont után egy behúzással rendelkezik, tehát a print szám utasítást minden egyes futási körben le fogja futtatni. Most, ha megnézzük a futási eredményt, akkor láthatjuk, hogy tökéletesen működik a ciklusunk, tehát 1-től 10-ig szépen kiíratta a listaelemeket egymás alá. Tehát itt tulajdonképpen az történik, hogy veszi a számok listát ez a for ciklus, és minden egyes lista elemet egyenként, minden körben egyet, beletölt a szám segédváltozóba, majd ezt a szám segédváltozót kinyomtatja, kiírja a képernyőre nekünk. És szépen végig lépked az összes listaelemen, amíg a végére nem ér, és hogyha a végére ért, akkor befejezi a futását ez a ciklus. Tehát itt addig tart a ciklusfutás, amennyi elemünk van az adott listában. Jó, akkor most nézzünk még egy példát a for ciklusra. Ebben a ciklusban ugyanazon listán fogunk végigmenni, tehát minden körben a szám segédváltozóba beletöltjük a számok lista következő elemét, majd megvizsgáljuk egy ifes feltétellel, hogy ez az érték osztható-e 2-vel. Na most hogyan nézzük meg, hogy osztható-e 2-vel? Természetesen úgy, hogy elosztjuk 2-vel, megnézzük, hogy lett-e az osztásnak maradéka, és hogyha nem lett neki maradéka, vagyis egyenlő a maradék nullával, akkor szépen végrehajtjuk az if utasítás alatti egy behúzással beljebb lévő utasítást, ami esetünkben a continue kulcsszó lesz. Ez az utasítás azt jelenti, hogy
hogy légy szíves, ne törődj az alattam lévő további utasításokkal, amely a ciklus törzsben foglal helyet, hanem kezdj egy új futási ciklust. Tehát jelen esetben a print szám utasítást már nem fogja lefuttatni, hanem folytatja a következő futási ciklussal, vagyis a következő listaelemet veszi szépen, és ott is megvizsgálja, hogy osztható a kettővel. Tehát az előbb megnéztük ugye a break utasítást, amely annyit csinált, hogy azonnal kilépett a ciklusból. Ezzel szemben a continue utasítás nem lép ki a ciklusból, csupán a további sorokat, amely a ciklus törzsben van, nem fogja lefuttatni, hanem a következő iterációra ugrik és folytatja a ciklus a futását. És hogyha megnézzünk a futásunknak az eredményét, akkor láthatjuk, hogy 1, 3, 5, 7, 9 kiiratása történt meg, tehát azoknál a számoknál, amelyek oszthatóak voltak kettővel, ott nem történt printelés, hanem a continue hatására rögtön folytatódott a ciklus futás a következő elemmel. Jó, akkor most menjünk tovább és nézzünk meg egy picit komplexebb ciklus használatot. Hagyjuk meg ezt a számok listát 1-től 10-ig, és hozzunk létre mellé egy gyümölcsök nevű változót. Ez is egy lista változó lesz, ennek három eleme lesz, alma, körte és málna. Most ezek nem számok, ugye látható, hanem szövegek lesznek, tehát három stringből három elemű listát hoztam létre. Természetesen attól, hogy ezek listaként vannak kezelve, ugyanolyan változók és ugyanolyan változóként foglalnak helyet a memóriában, csak éppen összeszedetten állnak a rendelkezésünkre egy listaként. Hát ha most begépeljük az előbbi forciklusunkat, hogy a számok nevű listán menjen végig, minden egyes futási körben pedig a szám nevű ideiglenes változóba, tárolóba töltse bele az adott listaelemet, és azt nyomtassa ki. Ugye eddig ezzel megvoltunk. Most annyit szeretnénk bővíteni a programunkon, hogy minden egyes szám mellé, tehát amikor kiírja, hogy 1-es, és 2-es, és 3-as, stb., írjon oda három gyümölcsnevet is. Tehát a kiiratás úgy történjen meg, hogy kiírja, hogy 1-es, alma, 1-es, körte, 1-es, málna, aztán 2-es, alma, 2-es, körte, 2-es, málna. Na most mit kell ilyenkor csinálnunk? Használunk egy for ciklust arra, hogy kiiratjuk először is a számot, ez szépen végig fog lépkedni 1-től 10-ig, majd ebbe a for ciklusba beépítünk egy másik for ciklust, ugye itt most egymásba ágyazott for ciklusokról van szó, és ez a beágyazott for ciklus, ez a második for ciklus, ez pedig minden egyes számnál, tehát az 1-esnél, a 2-esnél és a 3-asnál, stb. Végig lépked a gyümölcsök nevű listán is, és minden szám mellé odaírja az almát, a körtét, a málnát. Ezt szeretnénk, hogyha csinálná. Erre pedig még egy for ciklust alkalmazunk, amelyben végig lépkedünk a gyümölcsök változónkon, gyümölcsök listánkon, minden egyes körben a gyümölcs nevű ideiglenes tárolóba beletöltjük a gyümölcsök listának az aktuális értékét, az első körben ugye az almát, és utána kiprinteljük a képernyőre, ahogy már tanultuk, hogy vesszővel elválasztva a két paramétert, az egyik az a szám paraméter lesz, a másik pedig a gyümölcs paraméter lesz, és hogyha lefuttatjuk, akkor látjuk is a futásnak az eredményét, ez az, amit szerettünk volna létrehozni. Vegyük észre, hogy a második for ciklus egybehúzással rendelkezik, és ez azt jelenti, hogy az első for ciklus a második for ciklust ugyebár 10-szer fogja lefuttatni, és a behúzással rendelkező, tehát a gyümölcsökön végigmenő for ciklus pedig az alatta lévő print függvényt 3-szor fogja lefuttatni. Most akkor nézzük meg, hogy a print függvény összesen hányszor fog lefutni. Ebben az esetben 10x3 a print függvény lefutásának a száma, mert végig lépkedünk az első listánkon 1-től 10-ig, és minden egyes listaelemnél külön-külön végig lépkedünk a három gyümölcsön is. Láthatjuk itt jobb oldalt is, hogy ez történik, tehát összesen 30-szor lesz lefuttatva ez a print függvény. Tehát így tudunk egymásba ágyazni ciklusokat. Ezt nem csak a for ciklusnál, a while ciklusnál is meg tudjuk tenni. És végül nézzünk még meg egy hasznos függvényt. Ehhez egy kicsit egyszerűsítsük le az előbbi programunkat. Mondjuk
1-től 5-ig tartson csak ez a számok lista, lépkedjünk rajta végig, egy forciklussal, ez amit már ismerünk. Nézzük is meg a program futását, ugye 1-től 5-ig ki fogja nekünk írni a számokat, és most próbáljuk meg ugyanezt a célt megvalósítani egy másik módszerrel. Ez a másik módszer pedig a range függvény lesz. Nézzük meg ennek a futásnak is az eredményét, láthatjuk, hogy 0-tól 4-ig kiíratott nekünk számokat. És akkor vizsgáljuk meg, hogy mégis mi történik itt. Ugye tulajdonképpen ugyanaz történik, mint az első esetben, csak a számok lista helyett egy range függvényt hívunk meg, egy ötös paraméterrel. Ez a range függvény, ez annyit csinál, hogy létrehoz egy olyan listát, amin végig tudunk lépkedni. Tehát a range függvény ötös paraméterrel létrehoz nekünk egy ötelemű listát, amelynek az első eleme minden esetben a nulla lesz, és az utolsó eleme pedig a négyes. A porciklus működésével pedig hasonló az előzőekhez, csak itt nem a számok nevű listán lépkedünk végig, hanem a range függvény által létrehozott listán. A kiiratásból látszik is, hogy 0-tól 4-ig kiiratta a számokat, és ha most ezen szeretnénk egy kicsit módosítani, megadni, hogy milyen tartományban hozzon létre a lista elemeket, akkor azt is megtehetjük, csak egyszerűen két paramétert kell használnunk, hogy mettől meddig hozza létre ezeket a számokat, vagyis a lista elemeket, tehát beírjuk neki, hogy 1 vesző 6, ugye az első elem ilyenkor az 1-es lesz, és az utolsó elem pedig az 5-ös. Jó, és akkor most, hogy megnéztük az alapokat, hozzunk létre egy komplexebb programot, gyakorlásképpen. A programunk egy itató és sörárusító program lesz. Az egyik funkciója az lesz, hogy kínálja az italt, a másik funkciója pedig, hogy elvitelre fölajánl néhány fajtát. De akkor kezdjük a kínálással. Először is kérdezzük meg a felhasználótól, hogy kér-e még egy sört. Ugye ezt olvassuk be egy változóba, a változók a neve most a válasz lesz. Azért válasz, mert ugye ezt fogja válaszolni a felhasználó. Ajánljuk föl neki a válasz lehetőségeket, tehát hogy igen vagy nem, i vagy n betű. És ha ezzel megvagyunk, akkor vizsgáljuk meg ennek a válaszváltozónak a tartalmát, hogy hát mégis mit válaszolt a felhasználó. Ha a válaszváltozó tartalma egyenlő i betűvel, írjuk ki neki, hogy gratulálunk, megittál egy sört. Na most mivel nem biztos, hogy ugye sörről van szó, ezért hozzunk létre ide is egy változót, pontosabban egy konstanst, aminek az értéke nem változik, illetve azt szeretnénk kifejezni, hogy ez egy olyan változó legyen, amit nem szeretnénk változtatni. Na, sok programozási nyelvben vannak külön jelölések arra, hogy megkülönböztessük a változókat az állandóktól, változókat a konstansoktól. A Pythonban erre csak egy megállapodás van, hogy egyszerűen nagybetűkkel írjuk a konstans neveket, és ezzel azt kommunikáljuk, hogy nem szeretnénk ezeket később megváltoztatni. De ezek attól még ugyanolyan változók lesznek, mint amit kisbetűvel írtunk, csak egyszerűen a programozó, aki majd találkozik a kódunkkal, tudni fogja, hogy ez egy olyan tároló egység, amelyet nem szeretnénk változtatni a későbbiekben. Jó, tehát ez most egy példa a konstansok használatára. És akkor innentől kezdve létrehoztuk ezt a konstanst, ezt a változót, ugye Python esetében, akkor itt tudjuk is használni kapcsolzárójel segítségével. Egyszerűen print függvényünknek a paraméterében található szövegbe beleírjuk ezt a változó vagy konstans nevet, ugye most látható, hogy beleírtuk, hogy ital. Kapcsolzárójeleket kell erre használnunk, ezzel fejezzük ki, hogy ez nem egy szöveg, hanem egy változó, amelyet itt használunk, és szeretnénk, ha ennek az értékét, vagyis hogy jelen esetünkben sör, kiiratná a folyószövegben. Most, hogy a print függvény ezt fölismerje, hogy neki itt egy ilyen feladata lesz, hogy kapcsolzárójelbe lévő változókat kiírasson, ezért ennek jelzésére egy kis F betűt kell épelnünk az első idézőjel elé. Ugye ezzel azt kommunikáljuk a print függvényünkkel, hogy ez egy úgynevezett formázott szöveg, tehát F mint formázott, és ekkor fogja csak fölismerni a kapcsolzárójelbe rakott változó neveket. Ekkor fogja kiírni az értéküket. Jól látjuk is a kiíratásnál, hogy remekül működik eddig a kiíratás. A következő feladat, hogy egy ciklusba foglaljuk mindezt bele. A ciklusunk pedig azt fogja csinálni, hogy egyrészt bekér a felhasználótól egy értéket, hogy igen vagy nem. A másik, amit csinál, hogy ezt a változót, ezt a válasz nevű változót megvizsgálja, hogy mégis mit gépelt be a felhasználó, és ehhez mérten fog reagálni. Ugye abban az esetben, hogy egy i betűt kapott, akkor kiírja, hogy gratulálunk, megittál egy sört. Ha pedig a válaszváltozó tartalma
nem egyenlő ível, tehát akármi mással is egyenlő lehet, abban az esetben nem történik semmi, tehát egyszerűen menjen tovább a program. Na most ezt a kettő utasítást szeretnénk belerakni egy while ciklusba, ezt nagyon könnyen meg tudjuk tenni, csak a while kulcs szó használata után begépelünk egy feltételt, hogy meddig szeretnénk, hogyha ismételgetni ezeket az utasításokat, kettős pontot rakunk, és utána egységes behúzással elhelyezzük azokat a sorokat, azokat az utasításokat, amelyeket szeretnénk, hogyha megismételne ez a while ciklus. Ugye esetünkben a while mellett lévő feltétel, amely azt közli a while ciklussal, hogy milyen esetben szeretnénk, hogy ismételjen, csak egyszerűen egy true, tehát egy igaz feltételt tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a while ciklusunk ilyen esetben egy végtelen ciklus, tehát minden esetben igaz a feltétel, vagyis a végtelenségig fogja ismételgetni a törzsében elhelyezett utasításokat. Ha kipróbáljuk a programot, akkor látjuk is, hogy ezt korlátlan mennyiségben képes tőlünk megkérdezni, és válaszolgathatunk is rá. Egészítsük ki ezért annyival a programunkat, hogy kezeljük le azokat az eseteket is, amikor egy N betűt válaszolta a felhasználó, tehát hogy nem kéri a következő sort, és ebben az esetben egy elif ággal fogjuk ezt megtenni, tehát bekértük a felhasználó válaszát, hogyha ez a válasz I betű, akkor kiírjuk, hogy megittál egy sört, ha pedig nem I, akkor megvizsgáljuk, hogy egyenlő-e N-nel, és ha egyenlő, akkor egy break kulcsszó használatával kilépünk a ciklusból, ugye a while ciklusunkból, ami jelen esetben egy végtelen ciklus volt, tehát soha nem hagyta volna abba a futását, ezzel a break utasításunkkal viszont ki tudunk lépni ebből a ciklusból, és a program futása a ciklus utáni utasításokkal folytatódna, jelen esetben ez ugye nincs, úgyhogy befejezi a program a futását. Jó, most pedig növeljük a programunknak a komplexitását. Szeretnénk azt is megmondani az egyes körökben, az egyes ismétlésekkor, hogy éppen hanyadik sörénél tart a kedves felhasználó. Ebben az esetben létrehozunk ennek rögzítésére is egy változót, ez legyen a mennyiség változó, hogy éppen hol tartottunk, ennek a kezdeti értéke legyen nulla. Ugye bármely programozási nyelvet is használunk, amennyiben létrehozunk egy változót, és annak kezdeti értéket is adunk, akkor ezt összességében inicializálásnak hívjuk. Tehát az inicializálás az két dolgot tartalmaz, egyrészt a változó létrehozását, másrészt a változónak a kezdeti értékadást. A másik, amit módosítanunk kell, hogyha a felhasználó I betűt nyomott, tehát szeretne még egy pohárral inni, abban az esetben ne csak írja ki, hogy gratulálunk, megittál még egyet, hanem ennek a mennyiségváltozónak az értékét növelje meg egyel. Ugye az érték növelés, vagyis az iteráció az úgy érhető el, hogy mennyiség plusz egyenlő egy. Ugye ez teljesen ekvivalens azzal az utasítással, mint ha azt gépelnénk be, hogy mennyiség egyenlő mennyiség plusz egy. Tehát ezzel megnöveltük a mennyiségváltozónak az értékét egyel. És a harmadik változás, amit meg kell ejtenünk, hogy a print függvénynél még egy helyőrzőt alkalmazunk, még egy ilyen kapcsolatzárójeles változó beiktatást, mégpedig a mennyiségváltozónkat fogjuk kiírni, és ezáltal, hogyha egy I betűt nyom a felhasználó, akkor azt fogja kiírni a programunk, hogy gratulálunk, megittál ugye valamennyi mennyiség, amennyinél éppen tart a program, és az italváltozó, illetve konstansnak az értékét, vagyis sör, és ezáltal, amikor kipróbáljuk a programot, akkor látjuk, hogy nem csak azt írja, hogy megittál még egyet, hanem beírja a pontos értéket, hogy éppen hol tartunk. Jó, akkor most próbáljuk meg leitatni a felhasználónkat. Ennek az a módja, hogy megkérdezzük tőle, hogy mennyit tud meginni maximum, és mondjuk egyel többet ajánlunk neki. Tehát hozunk létre egy változót, legyen ez a max mennyiség, és kérdezzük be a felhasználótól, hogy mennyit tudsz belőle meginni. Emlékezzünk rá, hogy amikor bekérünk valamit az input függvényünkkel, akkor ez egy szövegtípusú érték lesz, tehát egy int függvénnyel át kell lesz konvertálnunk egész típusú értékké, hogy utána számolni tudjunk vele, hogy iterálni tudjuk, tehát növelni tudjuk az értékét esetleg, hogy számolni tudjunk vele. Jó, és akkor módosítsuk a while ciklusunknak a feltétel részét, a logikai vizsgálat részét, nevezetesen ugye akkor szeretnénk, hogy ismételjen, ha az aktuális mennyiség, ahol éppen tartunk, az kisebb vagy egyenlő, mint a maximális mennyiség, amit képes elfogyasztani. Ez azt jelenti, hogy ha a mennyiségünk egyenlő azzal a mennyiséggel, amennyit ő maximálisan el tud fogyasztani, akkor is lefut még a ciklusunk egyszer, tehát lényegében egyel több
sört fog neki felajánlani, mint amennyit el tud fogyasztani, biztonságosan. Ha nem szeretnénk leitatni, akkor pedig egyszerűen töröljük ki ezt az egyenlőségjelet innen, és akkor a ciklusunk be fogja fejezni a futását, hogyha elérte az adott mennyiséget, tehát ha például 6 sört tud meginni, és az aktuális mennyiség 5, akkor még egyszer le fog futni a ciklusunk, ugye mert 5 az kisebb, mint 6, de a következő körben, amikor megvizsgálja a mennyiség értékét, akkor 6 kisebben, mint 6 kérdésre már azt kell, hogy mondja, hogy az ugye nem igaz, tehát nem fog lefutni még egyszer a program, úgyhogy így megmentjük a másnaposságtól a felhasználónkat. Oké, akkor most pedig írjuk meg a másik program részletünket. Így egy forciklus fogunk használni. Ugye a feladat az, hogy a fogyasztás után a felhasználónknak ajánljunk fel elvitelre néhány sörtípust, és kérdezzük meg, hogy ezt hazavinné-e. A forciklusunk a következőképpen néz ki. Megírunk itt előre egy listát, mondjuk 3 elemből fog állni ez a lista, mondjuk 3 ismert sörnév lesz, és minden egyes ciklusban, minden egyes körben szépen egymás után veszük ezeket a sörneveket, és ideiglenesen beletöltjük ebbe a sörnév változóba, amit a ciklusunk törzsébe majd fogunk tudni használni. Amikor elkezd futni ez a forciklus, akkor először is kérdezzük meg a felhasználótól, hogy szeretné-e elvitelre az adott sört, ahol éppen tartunk, ezt töltsük bele egy elvitel nevű változóba, majd vizsgáljuk meg ennek a változónak az értékét, és hogyha a felhasználó I betűt nyomott, akkor szépen írjuk ki neki, hogy igen, elcsomagoltunk egy üveggel az adott sörből. Természetesen erre helyőrzőket fogunk alkalmazni, ugye kapcsolzárójelet használunk, és beírjuk ennek az ideiglenes sörnév nevű változónkat, amelynek az értéke ugyebár minden körben változik, szépen végig lépked azon a listán, tehát első körben az első, második körben a második, harmadik körben a harmadik sörnév fog itt a sörnév változóba belekerülni, és szépen egymás után mindegyiket végig kérdezgeti a program a felhasználótól. Amennyiben a felhasználó nem I betűt válaszolt, akkor egyszerűen nem írunk ki semmit, hanem felajánljuk a következőt, és hogyha a listánk végére értünk, tehát mind a 3 sört fölkínáltuk, akkor egyszerűen fejezze be a program a futását. Tehát ebben az esetben kicsit egyszerűsítettünk, nem szeretnénk az I betűtől eltérő válaszokat lekezelni. Tehát ha nem I betűt nyomott a felhasználó, akkor mindenképpen fölkínálja a következő sört, és így tovább. Ezzel ellentétben az előbbi vágyciklusunk esetében mi történne akkor, hogyha nem I és nem N betűt gépel be a felhasználó? Kérlek, állítsd le a videót, és próbálj meg válaszolni erre a kérdésre. A helyes válasz az, hogy a vágyciklusunk újra ismétlésbe kezd, és mintha mi se történt volna, újra megkérdezi az első kérdést, hogy kérsz-e egy sört. Azért mondom, hogy mintha mi se történt volna, mert ugye a mennyiség változónknak az értéknövelése, iterációja csak akkor következik be, hogyha I betűt nyomott a felhasználó. Ellenkező esetben a mennyiség változónk nem fog változni, tehát egyszerűen újra kérdezgeti majd a felhasználótól, hogy kér-e még, és ezt a végtelenségig képes megtenni, hiszen a vágyciklusunk logikai vizsgálatának az eredménye nem változott. Remélem minden követhető volt, amennyiben kérdésed lenne, bátran tedd fel a kurzus felületen.